Köszöntöm a Mezőtúri Városi Televízió nézőit! Önök a Péntektől Péntekig című hírösszefoglalónkat látják Mezőtúr és térsége legfontosabb eseményeivel. A 2007-2013-as EU-s fejlesztési ciklus tapasztalatairól és a 2014-2020-as ciklus terveiről tartottak sajtótájékoztatót Szolnokon a Megyeházán. Az eseményen stábunk is részt vett. Szolnokon a Megyeházán tartott sajtótájékoztatót dr. Benei Ildikó megyei fejlesztési biztos és Kovács Sándor, a Jász-Nagykun Szolnok megyei közgyűlés elnöke. A sajtótájékoztatón a 2007-2013-as EU-s ciklus, valamint a 14-20-as fejlesztési ciklusról volt szó. Hogyan tudná összefoglalni a 2007-2013-as uniós ciklus fejlesztéseivel kapcsolatban a legfontosabb tudnivalókat? Mindenképpen azt kell mondjuk, hogy 2012-ben, tehát 2010 után úgy látszott, hogy jelentős forrásvesztés fogja érni Magyarországot, és ez mindenképpen azt követelte, hogy nagyon gyors intézkedések történjenek. Ennek volt a része, hogy az NFÜ megszűnése után a miniszterelnökség átvette a koordináló feladatokat, illetve az irányító hatóságok pedig átkerültek a szaktárcákhoz, és szépen fokozatosan 13-14-15-ben láttuk, hogy jelentősen nőttek a kifizetések, most már 2300 milliárd körül van az idei év kifizetése, ebből 66 milliárd, ami a Jász-Nagykun Szolnok megyét érintette, illetve természetesen a 66 milliárdhoz még hozzájönnek azok a plusz források, amelyek a határokon, vagy megye határokon is átévelő, akár közlekedésfejlesztési, árvízvédelmi, szennyvíz és ivóvíz projekteket jelent. Tehát én azt gondolom, és azt mondhatom, hogy sikerül 100%-ban lehívni a forrásokat, 8200 milliárd forint állt a rendelkezésünkre, és jelen pillanatban azt mondhatjuk, hogy 8900 milliárdnál tartunk, és az a 700 milliárd már a költségvetés tartalékából jut a pályázók felé. Tehát én úgy gondolom, hogy sikeresen abszolválta és jól teljesítette Magyarország a 2007-2013-as ciklust, és nyilván az a feladatunk, hogy jól fölkészültünk minden bizodalom szerint a 2014-20-as időszakra, hiszen itt még nagyobb források állnak rendelkezésünkre, és gyakorlatilag minden megye a területi operatív programokon keresztül pedig szintén felkészült, hiszen most már a megyei programoknak a kiírása napokon belül startol. Kiegyenlített forráselosztás jellemző Jász-Nagykun Szolnok megyére, erről mit tudhatunk bővebben? Én ezt nagyon fontosnak tartom, hiszen egy-egy megye életében lehetnek olyan, és vannak olyan megyék, ahol egy központú, egy gócú az erőteljesebb fejlődés. Mi azt mondhatjuk, hogy egy egyenletes, több osztatú fejlesztés van a megyében, tehát nem csak Szolnok és térsége, hanem azt végignézzük, Mezőtúr, a Jászság, illetve Karcag területén is egyenletesen történtek fejlesztések az elmúlt időszakban, és én azt gondolom, hogy ennek a későbbiekben is jó lenne, ha ezen az úton haladnánk, hiszen ahhoz, hogy a megye erősödjön, hogy összességében minden területen fejlődni tudjunk, ahhoz az kell, hogy egy egységes rendszerben a természetesen ismerve a gyengeségeinket, erősségeinket, ennek megfelelően történjenek a fejlesztések. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon pozitív dolog, és ennek a folytatására mindenképpen törekedni kell. Milyen tapasztalatokat tudnak kiemelni a 2007-13-as uniós fejlesztési ciklusról a megye tekintetében? A megye az Észak-Alföldi régióban három megye közül talán a legkevésbé érdekérvényesítő képességgel rendelkezett, Szabolcs-Szatmár, Bereg megye, Hajdú-Bihar megye mellett mi voltunk a legkisebb lélekszámú megye, és ez sokszor megmutatkozott ebbe a ciklusba is. Sok olyan forrást nem tudtunk lehívni, ami járt volna ennek a megyének, de mivel gyengébb ipari képességekkel rendelkeztünk, ezt nem tudtuk megtenni. Én úgy gondoltam, hogy nagyon sok tapasztalatot szereztünk a 7-13-as ciklusba. Előkészítetlen volt az előző ciklus.
2007-13-as a kormányzat nem törődött azzal, hogy jól előkészítse azt a ciklust. Ebből tanulva már a 14-20-as ciklust már 2012-ben elkezdtük az előkészítését, és most már, amikor a pályázatok írásra kerülnek, az önkormányzatok fel vannak készülve, megalapozott pályázatok kerülnek beadásra, és olyan pályázatok, amire szükség van. És nem csak azt a célt tűztük ki magunk elé, hogy elköltsük ezt a pénzt, lehívásra kerüljön itt Magyarországon, kerüljön felhasználásra, hanem azt is, hogy megalapozottan a legjobb helyre kerüljenek ezek a beruházások, ezek a pályázati pénzek. Az előkészítő munkában ezt végeztük el, nagyon sok önkormányzatnak már engedélyes terve van, átnéztük többször is, hogy olyan összegben olyan beruházások valósuljanak meg, amire igazából szükség lesz az elkövetkező időszakban. A legalább alapfokú művészeti iskola Mikulás ünnepséget rendezett az Újvárosi Általános Iskolában és a Rákóczi úti Általános Iskolában. Az eseményen természetesen a néptánc sem maradhatott el. A legalább alapfokú művészeti iskola Mikulás ünnepséget rendezett a délelőtt folyamán az Újvárosi Általános Iskolában, most pedig a Rákóczi úti Általános Iskola aulájában kerül megrendezésre ez az ünnepség. Mire számíthatunk majd? Az összes csoportunk meg fog mutatkozni, mind úgy, mint például a Rákóczi iskola kötelező osztályos néptáncosai, ugyanis ebben az iskolában lehetőség nyílt a kötelező néptánc bevezetésére, így nagyon sok-sok gyerek táncol az iskolánkban, úgyhogy ők is fognak szerepelni, illetve a Kossuth úton is van egy osztályunk, ők is fel fognak lépni. Úgyhogy sok-sok gyerekre számítunk, szép számmal itt leszünk ezen a délutánon. A délelőtt folyamán hogy érezték magukat a gyermekek az Újvárosi iskolában? Nagyon jól érezték magukat, mindegyik csoport előadta a kis produkcióját, utána pedig fergeteges táncházat csináltunk, volt kézműveskedés és táncház párhuzamosan. Ha valakinek felkeltettük az érdeklődését a néptánc iránt, akkor milyen formában jelentkezhet hozzátok? A beiratkozás az folyamatosan megtörténhet, mind az iskolai csoportunkban. Van egy városi csoportunk, kifejezetten az iskolásoknak, a Kislélium tánccsoport, illetve az óvodásoknak is van egy külön városi csoportjuk, a Csipogó csoport, és oda is nagy-nagy szeretettel várjuk a jelentkezőket. Hány éves kortól lehet jelentkezni? Hát igazából már a kis csoportosok is részt vesznek a foglalkozásokon, úgyhogy olyan 3,5-4 éves kortól bátran ajánlom mindenkinek. Munkáltatói fórumot rendeztek Mezőtúron a munkaügyi központban december 9-én. A fórumon egyebek mellett tájékoztatást adtak az ifjúsági garancia programról is. Az ifjúsági garancia rendszer keretében valósul meg a mai napon egy munkáltatói fórum Mezőtúron. Mi a célja ennek a rendezvénynek? Foglalkoztatási osztályunk kiemelt feladatnak tekinti, hogy folyamatosan tájékoztassuk járásunk munkáltatóit, foglalkoztatóit az elérhető támogatási lehetőségekről, amelyekkel a regisztrált álláskeresők elhelyezkedését tudjuk segíteni. A mai napon az ifjúsági garancia programról, illetve a most induló GINOP 5.1.1-es út a munkaerőpiacra programról fogunk tájékoztatást adni a munkáltatók részére. Mit tudhatunk az általános munkaerőpiaci helyzetről a mezőtúri járásban? Ami a legfontosabb, hogy 2012 óta folyamatosan csökken az álláskeresők száma, a regisztráltak létszáma jelen pillanatban a novemberi adatok szerint 1294 fő. Ez az utóbbi időszakok egyik legjobb eredménye. Rátát tekintve ez egy olyan 6,3-as rátát jelent. A foglalkoztatottak száma szerencsére növekszik. Ez alapvetően két okra vezethető vissza, hogy élénkül a térség munkaerőpiaca, a vállalkozások egyre több álláskeresőt vesznek föl főállásban, illetve jelentős járásunkban a közfoglalkoztatás, ami szintén csökkenti a regisztráltak létszámát. Ha rátérünk a támogatási lehetőségekre, miket lehetne kiemelni ezek közül a lehetőségek közül?
Nagyon kedvezőek a támogatási lehetőségek, munkabér és a bérterhelő szociális hozzájárulási adó támogatása 100%-ban támogatott 3 hónapon keresztül, tehát 90 napig úgymond munkakipróbálásra bárki gyakorlatilag kockázatmentesen beállhat dolgozni. A munkáltatónak ez nem jelent kockázatot, hiszen a bér és a járulékok 100%-át átvállalja a munkahelyi szervezet. Munkáltatói fórumot tartanak a mai napon Mezőtúron. Mi a célja az ifjúsági garancia rendszernek és a GINOP 5.2.1 kiemelt projektnek? Ez egy Európai Uniós projekt. Célja, hogy a 25 év alatti fiatalok minél hamarabb vissza tudjanak illeszkedni a munka, illetve a tanulás világában, és ebben nyújtunk segítséget. Milyen formában nyújtanak segítséget, milyen támogatásokról van itt szó? Többféle támogatást tudunk nyújtani, kezdve az oktatás világában, például akinek nincsen szakképesítése, akkor igyekszünk olyan tanfolyamokat szervezni, ahol tud szakképesítést szerezni. Ezek a szakképesítések, ezek a piacon eladható szakmákról beszélünk ilyenkor, illetve van olyan, akinek mondjuk például érettségivel rendelkezik, de szakképesítése nincsen, ő is tudjon valamiféle fajta szakképesítést szerezni. Ezen kívül még tudjuk azt, hogyha például valahol el tud helyezkedni a fiatal, akkor bérköltség támogatást tudunk nyújtani, ez 90 naptól egészen 9 hónapig terjedhet, illetve hogyha bérköltség támogatása lejár a 90 napos részről, akkor utána úgynevezett bértámogatást is tudunk nyújtani a fiatal részére. Ezen kívül van még vállalkozóvá válási támogatásunk, lakhatási támogatásunk, tehát nagyon-nagyon sokrétű paletta, és mivel ifjúsági garancia rendszerről beszélünk, ez többféle programelemből állhat, tehát hogyha valaki szerez egy szakképesítést, akkor még mindig tudjuk támogatni, hogy utána ő a munkavilágában is megtalálja a számítását. December 9-én került sor a többfunkciós kulturális központ átadó ünnepségére Mezőtúron a Petőfi út 5 szám alatt. A beruházás Mezőtúr Városközpont funkcióbővítő fejlesztése című városrehabilitációs projekt keretében valósult meg. Több funkciós kulturális központot adtak át a Petőfi út 5 szám alatt a mai napon, december 9-én. Mi valósult meg a beruházás során? Tulajdonképpen a színházteremtől a Csokonai út felé eső szárnynak a teljes felújítása történt meg. Statikai problémák is jócskán akadtak a kivitelezés megkezdése előtt. Kiderült, hogy nem is az a probléma, ami eredetileg a tervekben szerepelt, tehát emiatt is húzódott a beruházás ezen a helyszínen is, tehát újra kellett tervezni, statikai szakvéleményt újra el kellett készíteni, és ugye kiderült, hogy a tetővel vannak az alapvető problémák. Hát a kivitelező ennek megfelelően ugye végezte a munkáját, és hát látható az, hogy azok a görbe falak, amelyek ugye itt jellemezték ezeket a tereket, azok teljesen megszűntek, tehát le a kalappal a kivitelező előtt, mert én megmondom őszintén, hogy nem gondoltam azt, hogy ilyen látvány fogadja majd az ide betérőt. Tehát tulajdonképpen úgy tűnik, mintha egy vadonatúj építési épületbe jöttünk volna be. Tehát látható, hogy a nyílászárók ki lettek cserélve, és itt a folyosó végén az a két helység, amely valamikor két külön álló helységként ugye funkcionált, most az össze lett nyitva. Ennek az az oka, hogy Draskovics Dénes polgármester úrral egyeztetve, hogy ő nagylelkűen felajánlotta a város számára a kerámiáit, ugye ezeknek a nagy része az Badár Balázs által készített kerámia, és egyéb néprajzi anyagai is vannak. Tehát ebben a dupla helységben lesz elhelyezve a badárgyűjteményünk, és ott pedig a harmadik helységben pedig a többi kerámia kerül elhelyezésre. Ugye már az önkormányzat elindította azt a közbeszerzési eljárást, amelynek a keretein belül kiválasztjuk azt, aki el fogja készíteni azokat a üvegből készült tárlókat, ahol a kerámiák helyet kapnak.
A falak előtt ugye néhány helyen üvegfal lesz, és ott is a falon lesz elhelyezve a számos kerámia, tehát ezeknek az elkészítése folyamatban van, és ugye úgy egyeztettünk ugye a Pusztai Zsolttal és a polgármester úrral, hogy erre, ennek az átadására március 15-én, ugye nemzeti ünnepünkön ünnepélyes keretek között kerülne sor. Tehát az épület megújult, a tető szintén megújult, és a homlokzat is régi pompájában ragyog, mondhatom ezt nyugodtan. Ez egy patinás épülete a településünknek, úgyhogy nagyon fontosnak tartottuk, amikor előkészítettük a projektet, hogy ide is kerüljön forrás. A távlati elképzeléseink között pedig természetesen az szerepel, hogy az épület további részeit is meg tudjuk újítani. Itt ugye természetesen elsősorban a színházteremre gondolok, de az épület többi része is szerepel az elképzelések között. Remélem azt, hogy sikerrel fogunk tudni majd pályázni az elkövetkezendő évben vagy években. Több funkciós kulturális központot adtak át a Petőfi út 5 szám alatt a mai napon mezőtúron. Mit jelentett ez a jövőre nézve mezőtúr kulturális életében a ma átadott létesítmény? Én azt gondolom, hogy mindenképpen színesíteni fogja, és ráadásul polgármesteret elhallgatva, hogy ide kerülhet egy óriási badárgyűjtemény, sőt, itt Szabó Andrással beszélgettem most, hogy még egyéb különlegességek is, azt gondolom, hogy nem csak a város lakói fogják ezt megnézni, hanem egy országos hírű múzeum lesz ebből itt, ha ez így halad. Ide egy olyan kiállítás kerülhet, amit az ország, sőt, talán azt mondhatom, a világ szinte minden pontjáról azok, akik a kerámiát, a népi iparművészet szeretik, el fognak jönni és meglátogatják ezt. Ez pedig mezőtúrnak mindenképpen jót hozhat, mindenképpen turistaforgalmat hozhat, mindenképpen sokkal nagyobb ismertséget hozhat. Beszédében elmondta, hogy emlékei is köthetők ehhez a Petőfi út 5 szám alatti épülethez, erről mit tudhatunk? Hát az az igazság, hogy 31 évvel ezelőtt itt volt a szalagavatom, akkor az épület nyilván egészen más állapotban volt, csak akkor nem arra figyeltünk, de utána is nagyon sokat voltam itt előadásokon, rendezvényeken, és bizony ahhoz képest ez az úgymond előcsarnok és ez a része az épületnek, ez gyönyörűen megújult, és én abban bízom, hogy az épület másik része, a színházterem és a többi rész is hamarosan meg tud újulni. A Csodavár óvoda óvodapedagógusai karácsonyváró bábműsorral kedveskedtek az óvodás és kisiskolás gyermekeknek, valamint szüleiknek december 11-én. Idén a Mackó Berci Karácsonya című előadást nézhették meg a kicsik és nagyok. Karácsonyváró bábműsorral kedveskednek a mai napon az óvodás és a kisiskolás gyermekeknek a közösségi ház nagy termében. Mit tudhatunk ennek a bábműsornak a részleteiről? A bábműsort a Csodavár óvoda dolgozói, valamint az egyik kedves pedasszisztensünk és az egyik nyugdíjas kolléganőnk segítségével hoztuk össze. Mi saját magunk szoktunk mindig minden évben egy mesét írni, ehhez elkészíteni a díszletet, a bábokat, és akkor ezzel várjuk, igyekszünk meg vendégelni a város összes óvodását és kisiskolását. Most milyen mesét nézhetnek majd meg a gyermekek, és mit tudhatunk a mese történetéről? A mese címe az, hogy Mackó Berci első karácsonya. Azért érdekes ez a történet, mert a mackók ugye általában téli álmot alszanak, és szegény Maci mielőtt lefeküdt volna a barlangjában, meghallotta a madaraktól, hogy közeledik a karácsony, és ő nem tudta, hogy ez miféle ünnep lehet, és a kíváncsisága miatt ébren maradt, de hogy kiderítse, hogy miféle ünnep a karácsony, elment a barátaihoz, hogy megérdeklődje ezt. És a barátai segítségével ébren tudott maradni, valamint nagyon-nagyon szép és kedves ajándékot is kapott, ami hogy legyen meglepetés, és így együtt tudta a barátaival már végre ünnepelni a karácsonyt. Milyen munka előzte meg ezt a báb műsort, mióta készülnek erre a műsorra? Hetek óta készülünk rá. Mi írtuk a mesét, mi készítettük a díszleteket, a bábokat, a fényeket igyekeztünk behangolni az előadáshoz, a zenét mi kerestük, bevágdostuk, hogy mikor melyik a hangulatnak megfelelő. Szerintem a bábok, a díszlet, a zene és a fények segítségével egy nagyon kedves és nagyon megható történetet láthatnak a gyerekek. Egy különlegessége is van az idei előadásnak, mi az? Idén úgy készültünk, hogy mivel karácsonyváró mese, és a karácsony a szeretet és a családok ünnepe, úgy terveztük, hogy minden gyermeknek, akinek lehetősége van rá, édesanyját, édesapját, testvérét, nagyszüleit meghívhatja
vagyis az óvónénik meghívták erre az előadásra, hogy együtt anyaölében vagy apaölében együtt készíthessék fel a kis lelküket már a közelgő ünnepekre. Az adventi koszorú harmadik gyertyalángja is fellobbant december 13-án. A vasárnapi programnak a Közösségi Ház nagyterme adott otthont. A műsort az Artúr Fesztiválon nagy sikerrel debütált társulat adta, akik jó voltából adventi dallamok töltötték meg a termet. A műsorban hazai és külföldi előadók adventi, karácsonyi dalai csendültek fel helyi énekesek előadásában. Advent harmadik vasárnapján néhány helyi előadó adventi dallamok címmel műsort adott elő a Közösségi Házban. Hogyan készültetek erre az eseményre? A mi kis társulatunk az mindig egy adott eseményre készül. Augusztusban egy musical gála volt, akkor musical dalokból. Decemberben az adventot céloztuk meg, és próbálkoztunk olyan dalokat választani, amelyek nem hangzanak el minden évben, és ezáltal a közönséghez egy kis különlegességet eljuttatni. Mit jelentett a társulatotoknak az, hogy az adventi programsorozatba is bekerültetek, hiszen ugye augusztusban debütáltatok a nézők előtt, és most egy nagyobb produkcióval tudtatok felállni a színpadra? Hát nekünk ez mindenféleképpen egy pozitív megerősítés, és még beletenném azt, hogy amikor megcsináltuk ezt az augusztusi műsort, nem telt el 2 nap vagy 3, teljesen mindegy, már csörgött a telefon, és mennünk kellett Óbalára egy utcazene fesztiválra fellépni, ugyanazzal a műsorral, amit itthon előadtunk augusztusban. Ezek szerint tetszik az embereknek, és én is nagyon remélem. És ugye már most Bordás László ügyvezető úr elmondta, hogy számít rátok a 2016-os évben is. Van-e már tervetek, vagy mi várható? Ugyanez a gárda fogja előadni a következő dalokat is, vagy esetleg újításokat? Vártok-e új embereket? Ma este még nem látszott, a társulatunk bővült egy taggal. Van egy konkrét cél, amiről nem szeretnék beszélni, de annyi a különbség a mostani előadásokhoz képest, hogy az már teljes mértékben élő zenével fog menni. És ha egy kicsit visszatekintünk a múltra, te vagy az ötletgazda. Hogyan jött ez az ötlet, hogy te egy ilyen musicales produkciót létrehozol? 2009 volt az az év, amikor egy színtársulat elhívott hangosítani magukhoz, és egész pontosan Balatonszemesre kellett menni. Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról volt a darabnak a címe, amit hangosítanom kellett, az is élőzenés éneklős darab volt, és szombaton lett volna az előadás, mi csütörtökön érkeztünk a Balatonra, és pénteken kitalálta a szervezőség, hogy hát a péntek este se legyen üres, hozzunk már össze egy ilyen gálát. És akkor egy pár ismerősömet elkezdett énekelni, ugye én is hangosítottam őket, és igazából akkor tetszett meg ez a dolog, de el kellett tenni egy pár évnek ahhoz, hogy végül is kiforja magát, hogy mi legyen ez, amit csinálunk. Mezőtúrváros önkormányzata a 2015-ös évben is megrendezte sportévzáró ünnepségét, ahol már a hagyományokhoz híven elismeréseket osztottak ki a város kiemelkedő sportolói között. A rendezvényen Batha Attila Viktor alpolgármester úr köszöntötte a megjelenteket. Már hagyománnyá vált, hogy Mezőtúrváros önkormányzata minden év végén megrendezi a sportévzárót. Mi a rendezvény célja? Én úgy gondolom, több célja is van. Az egyik az, hogy mindenképpen megköszönjük azoknak a fiataloknak és edzőknek a munkáját, akik sport és tanulmányi eredmények alapján példát mutatnak az ifjúságnak. Ugye mindenkinek jól esik az elismerés, és én úgy vagyok vele, hogy illetve a testület és önkormányzat is, hogy mindenkinek köszönjük meg a munkáját, mindenkit dicsérjük meg, aki megérdemli, hiszen ezzel mindenképpen az egész városnak, az ifjúságnak példát mutatunk. Mezőtúrnak tehát nem csak a kulturális élete színes, hanem a sport élete is. Milyen sportágokban köszöntötték a sportolókat? Nagyon sok sportágban köszöntöttük, az úszóktól kezdve az atlétikázóik, a kézilabdázókig, a különböző harcművészeteken át, a táncosokig, amit pár éve vezettünk be, hiszen az is nagyon fontos, ők is megmérettetésen vesznek részt, igen komoly fizikai munkát, tehát én úgy gondolom, hogy minden olyan szakosztály, ami képvisel van a városunkban, szinte itt részt vett, és önkormányzatunk nagyon örül, hogy tényleg ilyen sok rétű a sportéletünk, és mindenben, amit tudjuk, támogatjuk is őket.
Idén is megrendezte Mezőtúrváros önkormányzata a sportépzárót. Hány sportolót díjaztak idén? 2015-ben több mint 50 sportoló részesült díjazásban itt a Városháza dísztermében. Tudni kell azt, hogy ez már egy hagyományos rendezvényünk, ugye évek óta minden év végén az megrendezésre kerül. Az utánpótláskorú tehetséges mezőtúri gyermekeket díjazzuk. Nagy örömmel láthattuk azt is a díjak átadásakor és a méltatáskor látható volt és hallható volt, hogy idén is nagyon szép eredményeket értek el. Mi ennek nagyon örülünk. Az is látható, hogy évről évre színesedik a mezőtúri sportpaletta. Az elmúlt évekhez hasonlóan most is átadásra kerültek csapatsportákban díjak, átadásra kerültek egyéni díjak, ezen belül pedig nagyon sok sportágban tudtuk a gyermekeket díjazni és az edzőket egyaránt. Mit tudhatunk a sportágakról a mezőtúr életében? Hát, mint mondtam, én azt gondolom, hogy nagyon színes és sokrétű. A hagyományos sportágak, ha szabad így fogalmazni, tehát a labdarúgás, kézlabda, úszás, atlétika mellett immáron mezőtúron nagyon sok sportág épült még föl. Ki kell emellem a harcművészeti sportokat, amelyek az elmúlt évek folyamán olyan nagyszerű eredményeket értek el, hogy például 2015-ben idén Mezőtúrváros jó tanuló, jó sportolója díját is egy harcművészeti sportban tevékenykedő gyermeknek adhattuk át október 23-án az ünnepi képviselő, az ünnepi gyűlésünkön, az ünnepség alkalmával. Tehát elmondható mindenféleképpen, hogy évről évre egyre jobbak az eredmények. Az is elmondható, hogy a sportágakat tekintve nagyon sokrétű. Ez azt gondolom, hogy azért fontos, hogy a gyermeknek van választási lehetősége. Sajnos ugye egyre kevesebb gyermek van, aki szeretne sportolni, de azt gondolom, hogy az a minőség és az a mennyiség, amiből lehet itt mezőtúron választani. Gondolok itt arra, hogy az edzők megfelelő szakmai végzettséggel rendelkeznek, nagyon jól kezelik a gyermekeket, és azáltal nagyon jó eredményeket érnek el. Ez mindenkit arra sarkalhat, hogy járassa a gyermekét valamilyen sportegyesülethez, és hogyha nem is akar versenyszerűen sportolni, de legalább a mindennapos mozgás a testnevelési órán kívül ez meglegyen. Ehhez én azt gondolom, hogy jó úton járunk. Az mezőtúri edzők ezen dolgoznak, és az eredmények is egyre szebbek évről évre. Köszönöm figyelmüket, önök a Péntektől Péntekig című műsorunkat látták. Egy hét múlva december 25-én is várom önöket hírösszefoglalóval. További szép estét kívánok, viszontlátásra!